lassan egy órási változáson mentek keresztül. És látva a mérkőzést ott élőben, nem tudom, a tévész lehet, hogy nem adta viszonyra, de én egy jó videót ott láttam. Tehát én egy szervezett jó csapatot láttam, és én óvodás gólokat kaptunk. Tehát olyan gólokat kaptunk, ami azt mondom, hogy nem tett, ilyen szinten sajnos ilyen gólokat nem lehet kapni. Hát ezek csak apró helyezkedési hibák voltak, ami tényleg, tehát a három beadás, három gól. Pedig ott voltak a lehetőségünk, ott voltak a helyzeteink, csak hát sajnos most tényleg felteszem már azt a kérdést, hogy ki fog itt gólt lenni. Ja, a mérkőzés előtt úgy nyilatkoztál, hogy a Vidi nem gyengébb a Lechnél. Még mindig tartod ezt a kijelentést? Abszolút. Mondom, tehát ezt test közelből lehetett érezni a játékosokon. Vannak olyan játékosaik, akik nekünk nincsenek, de én azt gondolom, hogy összességében nézem a mérkőzést, ez egy semmivel sem jobb csapat, mint mi. Hogyha mi teljes csapattal tudunk odautazni, teljes kerettel, ugye az is nálunk jó pár játékos hiányzott. De én azt gondolom, hogyha mi teljes kerettel tudunk oda menni, és teljes csapattal tudunk felállni, ez a mérkőzés ez teljesen más. Miben látod a fejlődést? Hát igazából megpróbáltunk, az első, ami kiinduló pont az volt, hogy egy biztonságos védekezésből próbáljuk meg kontrázni az ellenfelünket. Ez többé-kevésbé ült is, hiszen én azt gondolom, hogy az elején nekünk voltak nagyobb lehetőségeink, nekünk volt egy nagyobb helyzeteink, aztán ugye kaptunk, amit mondtam, egy ilyen óvodás volt, ami megint csak egy nagy hiba volt, hiszen az elsődleges kérés az volt a kapusunktól, hogy ne sietesse a játékot. Erre ugye mi, ami nálunk volt, labda kidobta a belső középpályásunknak, aki ugye akkor jött vissza a támadásból, eladtuk a labdát, bepasszolták, kaptunk egy gólt. Tehát igazából azt mondom, hogy azt, amit elterveztünk, az végig rendben volt. Csak hát ezeket a lehetőséget ki kell használni. Ezen a szinten nem lehet az, hogy meg 10 helyzetből rúgunk egy gólt, hanem igenis abban az egy helyzetből abban gólt kellene rúgni, vagy kettőből, vagy háromból. Néhány internetes portál szerint a Lech letarolta a Videótont. Ezzel mennyire értesz egyet, illetve 3-0-ról szerinted fel lehet-e még állni? Azt, hogy letarolta a Videótont, hát én ezt nem tudom. Ezeket az internetes portálokat nem tudom, ezt honnan veszik. Én azt gondolom, és pozitívak voltak a visszajelzések is egyébként a helyszínen, hogy abszolút nem játszottunk alárendelt szerepet. Tehát abszolút nem játszottunk alárendelt szerepet. Tény is való, a 3-0 azért nem néz ki túl jól, de én azt gondolom, amit egyébként a lengyel csapat edzője is nyilatkozott, hogy ez a mérkőzés még nincs lefutva. Tehát ahogy meg voltak nekünk a lehetőségünk az elején, volt szerzésre, úgy meg lesznek itt Fehérváron is. És hogyha mi tudunk gyorsan gólt rúgni Fehérváron, akkor ez a mérkőzés még nyílt lesz, az biztos. Akkor még nyerhető? A mérkőzés maga nyerhető, az, hogy tovább tudunk-e jutni, az azért egy kicsit